Mobilitás hetének keretében minden év szeptemberében megrendezik a fenntartható városi közlekedés népszerűsítő rendezvény sorozatot. Kézdivásárhely 24 órás futással és kerékpáros felvonulással kapcsolódott be a programba. Mintegy 450 érdeklődő vett részt a Sinkovics stadionban szervezett 24 órás futáson, amely csütörtökön a reggeli órákban kezdődött, és pénteken délelőtt 4:10-kor fejezte be a kört az utolsó szaladó. A résztvevők minden korosztályt képviseltek, a legfiatalabb az 1 éves és 2 hónapos János Zoe Vivien, míg a legidősebb Ferenc Gábor volt, aki 77 éves korát meghazudtolva szaladt néhány kört. Annak ellenére, hogy csak nem 3 órán keresztül esett az eső, a lelkesedés nem hagyott alább, és mindig volt valaki a sportpálya salakján. A rendezvény ötletgazdái elsősorban azzal a céllal szervezték meg ezt a programot, hogy felhívják a figyelmet a mozgás fontosságára és a rossz közlekedési szokásaink megváltoztatására. Ez az egyik feladata ugyanis a mobilitás hetének, amelybe Európa számos városa bekapcsolódik, és amelynek keretében a társadalom környezettudatosságát szeretnék erősíteni, és felhívni a figyelmet a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra, a fenntartható környezet és emberbarát városi közlekedés előnyeire. Ennek érdekében pénteken 17 órától a Sinkovics stadiontól indult kerékpáros felvonulás a környezetbarát közlekedési eszközök népszerűsítése céljából, szeptember 22-én pedig az autómentes világnap alkalmával a gépkocsi vezetők egész sora bekapcsolódhat a rendezvénysorozatba, azzal, hogy autójuk helyett gyalog vagy kerékpárral közlekednek.